Szép jó estét kívánok! Önök az Erünk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. 1991. augusztus 18-a ünnep volt Debrecen történetében. Történelmi jelentőségű látogatás helyszíne volt a város. II. János Pál pápa a debreceni református nagy templomban ökumenikus találkozón vett részt, és találkozott a testvéregyházak képviselőivel. A katolikus egyházfő 30 évvel ezelőtti látogatására több napos ünnepségsorozattal emlékezett a város katolikus közössége. A következő percekben egy összefoglalót láthatnak. Ünnepi csend és ünnepi hangulat fogadja a pápát a debreceni nagy templom előtt. Csak nem 50 ezeren várták II. János Pál pápát a nagy templom előtti téren, 1991. augusztus 18-án. Integetett a hömpölygő tömeg, sokan el is sírták magukat a megható pillanattól. Fényképezőgépek és kamerák forgatagában köszöntötte a debrecenieket a Szent Atya. Híveknek és nem híveknek egyaránt örökre szóló találkozásban volt részük. Zsúfolásig megtelt a templom is. Dr. Kocsis Elemér, a tiszántúli egyházkerület püspöke, az ökumenikus tanács elnöke köszöntötte II. János Pált. Ezután a Szent Atya magyar nyelven szólt az összegyűltekhez. Kedves testvéreim! Köszönetet mondok Istenek, o mi úrunk Jézus Krisztus, Atyának, Ózert, hogy lehetővé tette számomra, hogy eljöjjék Debrecenbe, és találkozom a reformáció hagyó magyarnak képviselővel. A pápa látogatásának 30. évfordulója alkalmából a Történelmi Egyházak közös programsorozatot szerveztek. A nagy templom ökumenikus ige liturgiának adott otthont, hiszen a pápa maga is ökumenikus találkozón vett részt. Az egyház történeti jelentőségű esemény a keresztény egység előmozdítása szempontjából mérföldkő volt. Erre emlékeztek a résztvevők. Ide a nagy templomba is ellátogatott II. János Pál pápa, aki az ige liturgia után megkoszorúzta az emlékkertben álló gályarabok emlékoszlopát. Ezzel régi egyház történelmi görcsöket oldott fel, és a kiengesztelődés koszorújával új irányt szabott a magyar keresztények közötti testvéri viszony helyreállításában. Az akkor elhangzott imádságok, énekek és beszédek részleteit is hallhatták a hívek. Az ünnepi alkalmon Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök úgy fogalmazott: ha a nagypápa könyveit olvassuk, rengeteg tudást találunk arról, miért is vagyunk egy közösségben. Az Átlépni a remény küszöbén című könyvében azt írja II. János Pál pápa: Isten így szól hozzánk, minden emberhez: jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. És ezt meghalljuk mindannyian. Miért vagyunk boldogok? Azért, mert átéljük a létezésnek az örömét. A megemlékezés részeként ünnepi misét is tartottak a Szent Anna székesegyházban. A pápa nem csak a jézusi szeretetet hozta el a városba, de az egyház fejlődését is. Ezt emelte ki köszöntőjében a római katolikus megyés püspök. Neki köszönhetjük azt, hogy Debrecen Nyíregyháza, egyházmegye központja itt Debrecenben van. Ő alapította meg az egyházmegyénket, hálásak vagyunk neki, és hálásak vagyunk érte a jó Istennek. Ternyák Csaba egriesek 10 évig volt a Vatikánban II. János Pál közvetlen munkatársa. A 30 évvel ezelőtti látogatást jelentős mérföldkőnek nevezte a magyarországi ökumené történetében. A saját szimpatikus emberségét arra akarta felhasználni, csúnya szóval, hogy mindenkit közelebb vigyen Jézus Krisztushoz. Az ő személyes hitén, meggyőződésén, egyéni vonzásán keresztül. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az ünnepségen azt mondta: II. János Pál pápa 30 éve utat mutatott a keresztény egység felé, de a mi feladatunk, hogy ezt a 21. században is megőrizzük. Soltész Miklós hozzátette: egyházépítő munkáját is kötelességünk folytatni. Jó hír Debrecen józsaiaknak, hogy az a törekvésük, miszerint iskolát szeretnének, katolikus iskolát, ezt a kormány
néhány héttel ezelőtti döntése során 1 milliárd 676 millió forinttal támogatja. Az ünnepség végén leplezték le és áldották meg a Szent Atya életnagyságú szobrát, Kovács Jenő szobrász művész alkotását. A székesegyház előtt álló szobron II. János szolgálatának kezdetén elhangzott prédikációjából látható egy idézet, mellyel Jézus szavaira is emlékezhetnek a hívek. Köszöntöm a stúdióban Jacek Gorski plébános atyát, aki domunkos szerzetes, és ugye úgy érkezett hozzánk, hogy hát nagyon mély kötődése van 1991-es pápalátogatáshoz, illetve nyilván a szentsége Szent II. János Pál személyében pedig nemzettársról is fogunk beszélgetni. Ráadásul egy portréval érkezett ide a stúdióba, és hát mindjárt az elején tisztázzuk, hogy miért is hozta magával. Köszöntök mindenkit szeretettel. Azért is hoztam ezt a képet, mert egy kedves barátomtól, lengyel barátomtól kaptam pár évvel ezelőtt, és valahogy jó adja vissza azt a szellemet, azt a lelkületet, amit pápa képviselt. Nálam az író asztalom fölött van ez a kép. Sokszor nézek rá, és kérem a Szent Atya segítségét, pártfogását. Hát erősen hiszünk abban, nem csak mi lengyelek, hanem mindnyájan keresztények, hogy hát ő, ahogy a Benedek pápa fogalmazta meg, fentről ránk néz, és megállt minket, és közben jár, értünk az egész egyházért. Ugye az egészen különleges dolog, 1991, nyilván a Magyarország történetében a katolikus egyházfői látogatás, a Szent Atya látogatás az egy különleges esemény volt. Nagyon sok mindent elindított. Arról sokat lehet olvasni, sokat lehet hallani. De például önnek az akkori látogatás mit hozott? Hiszen ön akkor lengyelként itt volt Magyarországon. Bizony. Készültünk eljönni Magyarországra. Az előjáróim kérték, hogy látogassanak, hogy hűek Magyarországra két másik rendtársammal, és akkor pont arra az időre esett, amikor Szent Atya itt volt. Hát nagyon érdekes volt az egész, mert előző napon, mielőtt idejött volna Magyarországra, Częstochowában tartotta az ünnepélyes szentmisét a világifjúsági találkozó végén. És én éjjel utaztam busszal Budapestre egy másik rendtársammal, hát nyilván Szent Atya repülőgéppel, és másnap, tehát augusztus 16-án már láthattam őt sokkal közelebbről, mint Lengyelországban, Esztergomban. És úgy éreztem, hogy már akkor Lengyelországban, amikor záró áldást adott, én csak a buszon a rádión keresztül hallgattam, mintha nekem szólt volna ez a, nekem is személyesen az az áldás, hogy küldetést kaptam, már pedig Magyarországra. Tehát nagyon-nagyon örültem, hogy akkor lehettem itt Magyarországon, nem tudtam semmit szinte magyarul, de több helyen voltunk, sajnos Debrecenben nem sikerült eljutni, de voltunk Esztergomban, Budapesten, a Pécsen is, illetve az ifjúsági találkozón Budapesten, ott a stadionban. Szóval már akkor én is azt tapasztaltam, láttam, hogy valami történik Magyarországon, az emberekben, a fiatalokban, bár nem tudtam kommunikálni itt az emberekkel, de nagyon tetszett, éreztem azt, hogy nekem szól ez a hívás, hogy jól érzem magam, valahogy közel álltak hozzám az emberek, szóval nagy-nagy esemény. És hát csak zárójelben mondom, hogy ott a Mátyás templomban, a közös ima végén, ott láthattam a Szent Atyát
legközelebbről, tehát máshol nem volt ilyen lehetőség. Szóval ilyen sok-sok ilyen apróság volt, ami nagyon megmaradt bennem a szívemben. A lengyel nemzet hogyan élte meg, hogy ő a Szentatya lengyel nemzetiségű? Tehát egy önök közül. Igen, tehát sokan meg is lepődtek, hogy ő lett a pápa. Akkor, ugye 1978-ban, ugye nem kell mondani azt, hogy milyen nagy változás történt. Megújulás az egyházban, a társadalomban, hát hozott egy indítást, és hát az ő példája, az ő tanítása igazából indította azt a nagy változást, nem csak az egyházban, hanem elsősorban a társadalmi politikai változásokat Lengyelországban. Tehát mondhatom, hogy több nemzedék nőtt fel az ő szárnyai alatt, tehát úgy tekintünk rá, mint egy idesapánkra. És akkor éreztük, akkor tapasztaltuk ezt, amikor már nem volt köztünk, és akkor szembesültünk azzal, hogy mégis ki volt ő számunkra a lengyelek számára. Most ugye arra emlékszünk, hogy 30 évvel ezelőtt itt járt. Én biztosan merem állítani, hogy nem csak Magyarország életében, Debrecen életében is nagyon komoly változásokat hozott. Ha nem más, arra gondolunk, hogy egyházmegye, új egyházmegye jött létre, rendezte az akkori viszonyokat. Egyfajta az ökumenizmus terén egy óriási indítás, egy óriási nyitás, a felekezetek egymás felé való fordulása. Az, hogy ne azt láss, nem, ahogy akkor fogalmaztak, nem ami különbség, hanem ami egységre vezet. És azóta is az ökumenizmus, az ökumenikus mozgalmak, ima alkalmak, találkozások erre mutatnak. Hogyan látja 30 évvel elteltével? Lehet még érezni az ő látogatásának a hatását Debrecenben? Biztosan. Tehát mi 1993-ban érkeztünk Debrecenbe egy másik rendtársammal, és éreztük azt, hogy itt a nem katolikus testvérek nagyon nyitottak ránk, katolikusokra, papokra, és maga az, hogy 2007-ben alapítottuk II. János Pál intézetet, azt éreztük, hogy mindenki örült ennek az ötletnek, nem csak a mi híveink, mint katolikus híveink, debreceni híveink, hanem református, más nem katolikus keresztények is. Nagy örömmel fogadták ezt a hírt, és ez egy, hogy is mondjam, egy ilyen alapot adott ahhoz, hogy mi is fáradozunk azon, hogy a keresztények közötti egység egyre nagyobb legyen. Tehát a mai napig érezzük ennek a látogatásnak a hatását. Ugye 2007-ben létrejött az intézet. Hogyan látja, mennyire sikeres az intézet? Mennyire töltötte be tényleg a hozzáfűzött reményeket? Azt kell mondanom, hogy nagy volt a lelkesedés az elején, utána kicsit alább maradt az a tevékenység, és most már pár éve újra fellendült, van hozzá segítség, van egy fiatal rendtársunk, László atya, és több család fiatal, akik ebben segítenek. Óriási szerepe van, hogy mik lehet ennek az intézetnek, hiszen elsősorban családokkal foglalkozunk, fiatalokkal, a jegyes párokkal, a családtervezéssel, ez mind a pápának köszönhető, hiszen ő egy új irányt adott az egyháznak, az embereknek, úgynevezett a test teológiáját dolgozta ki. Mi a mai napig ebből a tanításból, pápai tanításból merítünk. Persze nem csak itt, máshol is Magyarországon, de egy nagyon fontos irányt adott nekünk.
Egy picit, ha szabad, hogy mit is jelent pontosan ez az irány, ez a test teológiája? Hát egy így nagyon mély megfogalmazás. Tehát a Szent Atya ugye azt tanította, hogy az emberi testnek óriási szerepe van, különösen a házassági életben. Hogy a test nem egy rossz dolog, és nem csak azt kell nézni, hogy mit szabad, mit nem szabad, hanem a testünkkel sok minden kommunikálunk. Kifejezzük azt, amit a lelkünkben van, és hogy mennyire fontos, hogy a test, az érzékek, az ösztönök egységben legyenek a lélekkel. És egy pozitív tanítást adott, tehát nem egy negatív oldalról közülítette meg az egyház tanítása, hanem új iránt, tulajdonképpen egy nagyon örömteli tanítás, egy pozitív tanítás, hogy, hogyan lehet szépen megélni akár a házassági életet, vagy más emberi kapcsolatokban, és hogy nagyra értékeljük azt az óriási ajándék, amit Istentől kaptunk, hiszen Jézus Krisztus is emberi élet, a megtestesülése által ugye, egy teljes boldog életre hív minket, és nem csak arra, hogy kerüljük a rosszat, a bűnt. Ugye ez a fajta megújulás mind szellemiségében, mind gondolatvilágában, mind lelkületében, ha szabad így mondani, az egy teljes hát reformnak talán nevezhető mindaz, amit ő tett, nem csak a lengyel nemzetel, nem csak Európával, hanem az egész világgal, ez a fajta nyitás. Ez a fajta nyitás hogyan folytatható? Lehet-e és járni azon az úton, amit ő meghirdetett? Hogyne. Egyrészt azok az írások, dokumentumokat, amiket hagyott maga után, azok még mindig aktuálisak. Sok olyan kincset adott nekünk, amiket talán fel se fedeztük. Tehát kevés az a pár év, tehát akár több évtized is kell ahhoz, hogy ezt magunkivá tegyük, átadjuk a fiataloknak. Ez, mint ahogy a második vatikáni zsinat is sok mindent adott nekünk, hagyott ránk, ugyanúgy az ő tanítása, példája, beszédei még mindig aktuálisak. Kell ezzel foglalkozni. Tehát mi vagyunk az a generáció, ahogy Lengyelországon szokták mondani, második János Pál generációja. Felelősek vagyunk, hogy az ő szellemét, lelkiségét adjuk át azoknak, akik már sajnos nem ismerték személyesen. Alakulnak különböző intézetek, központok Rómában, Lengyelországban, Magyarországon is több helyen is, amelyek az ő tanításával foglalkoznak, aktualizálják, újabb könyvkiadások vannak. Nagyon gazdag az ő öröksége, tehát még az ő hatása, reméljük, hogy nagyon sokáig, akár több száz évig is érezhető lesz az egyházban is, a világban is. Hát adja Isten, hogy ez így legyen, és adja Isten, hogy az önök intézete pedig minél több fiatalt meg tudjon szólítani, minél több családot tudjon házasságra, vagy család alapítására tudjon indulni az intézetből. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívánságot. Köszönöm szépen. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. János evangéliumából szól ma az örömhír Mészáros Zsolt káplán tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk. Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek,
Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, Jézus az élő kenyérről beszél, az én mondások között szerepel. Ismerjük azt a részét az Újszövetségnek, amikor Jézus helyett az Isten nyilatkozik meg, és azt mondja magáról Mózesnek az égő csipkebokornál, én vagyok, aki voltam és aki lesz. Jézus ugyanígy, amikor az élő kenyérről beszél, az élő Istennel teszi hasonlóvá magát. Ismerjük azt az ételt, amit nap mint nap magunkhoz veszünk. Táplál bennünket, éltet, erőt ad, hogy a napi tevékenységekben erőt gyűjtsünk, hogy képesek legyünk megtenni a ránk bízott feladatokat. De Jézus nem erről az eledelről beszél, hiszen ez ideig, óráig elég számunkra, de örök életet nem ad. Jézus önmagáról beszél, ő maga az élet kenyere. És azt mondja, hogy aki ebből táplálkozik, újra és újra magához veszi, annak nem csak ez a földi élet lesz osztályrésze, hanem a mennyei is. Jézus az élet kenyere. Újra és újra azt kéri, hogy vele táplálkozzunk, belőle merítsünk erőt, energiát, és adjuk másoknak is. Kéri tőlünk, hogy ezt tegyük, és akkor örök életünk lesz. A mai nap Jézus legyen a mi táplálékunk, aki erősít, aki vigasztal, aki bátorít, és aki erőt ad számunkra. Amen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!